fiatalokkal történik a tanulás, és ilyenkor szoktak elsősorban megkeresni. Tulajdonképpen mondhatom, hogy fele-fele arányban voltak román tanítók gyerekekkel és magyar gyerekek ugyanúgy. Felnőtteknek is működik fonunk szerdánként, úgyhogy akkor eljönnek a hölgyek különböző kézimunkáikkal, és akkor itt 2-3 órát együtt töltünk. Mindenki a maga kicsi kézimunkájával, kötésével, horgolásával jön, sokkal inkább egy ilyen klubszerűen beszélgetünk, zenét hallgatunk és közben dolgozgatunk. Bár nem kézműves térről van szó, de mégis a nyitott műhelyek sorába illeszthető az az irodalmi kávéház is, amely az adventi időszakban nyílt meg. A román és magyar nemzetiségű üzemeltetői olyan közösségi térré kívánják azt alakítani, amely könyvbemutatók helyszíne, de egyszerű olvasó vagy kézműves sarok is, mondja Hermann Ferenc színművész, aki a rendezvény szervezésben is segít. Teljes körű kulturális programokat szeretnénk szervezni, könyvbemutatóktól elkezdve, ahogy említette, kisebb koncertek, íróolvasó találkozókat szeretnénk szervezni, akár szakköröket, kézműves vásárokat havonta, igazi kézműves termékekkel, a helyi gazdáknak a termékeit szeretnénk bemutatni. Ez is hozzáfűződik ugye a kulturális, szociális életünkhöz, és hát ami a lényege, hogy ez multikulturális, két nyelvű. A reklám, a marketing, a könyvek, fele-fele arányban román és magyar könyvek vannak jelen a könyvesboltban, és mindenki megtalálhatja magának korosztálytól függően egy finom kávé mellett, egy fotelben ülve, olvasgathat, forgathatja a könyvet, visszatelti a könyvespolcra utána, illetve könyvtár is üzemelni fog, és ezt azért találtuk ki, hogy akinek nem olyanok az anyagi keretei, hogy könyvet vásároljon, ő is olvashasson. Ugye fiatalokra gondolok itt főleg, egyetemistákra, nekem sem volt egyetemista koromban pénzem könyvet venni, de például az árnak egy töredékért szívesen kikölcsönöztem volna, hazaviszem, elolvasom az újonnan megjelent könyveket, amit máshol még nem találhatóak meg. Ilyen programokra gondoltunk, illetve van egy gyereksarok, ami nagyon fontos, az állandó lesz, valaki foglalkozik a gyerekkel. Játszik, kézműveskedik, rajzol, fest, és mind.